Gábor, egy jelenség. Egy igazi egyéniség. De ezt ki nem az. Gábor sokat komolyodott az 5 év alatt, ám bár nem eléggé talán, de önmagához képest sokat komolyodott. Emlékszik még arra, tanárnő, milyen volt, mikor 9-ben belépett ide? Igen, igen, olyan kicsi, sértett, befelé forduló tüskés. És most milyennek látja? Most pedig oly élos, és mindenkinek a szívecsücske. Hát a Fodor Gábor az egy Isten ajándéka, pedig az, hogy élősködik az emberem. Viszont cserébe, amikor német órán holdpontra jutunk, és már, vagy magyar órán, és már nem tudunk mit kezdeni magunkkal, akkor mindig bejön egy poént, amikor éppen felébred, vagy pusztán azon, hogy alszik, tudunk nevetni. Viszont azért jó mindig átlenni itt a holdponton, illetve teljesen más szemszögből látja a dolgokat, és az olyan vicces, mikor teljesen meg van győződve arról, hogy a tanára hülye, amikor tanítani akar, meg teljesen meg van győződve arról, hogy az, hogy nincs füzete, az egy jó, az természetes állapot, meg szép a húga. Szóval az van, hogy hát választok, hogy döntek inkább, hogy a korán elment dolgot, így hát nem maradt arra ideje, hogy valami élelem vizért csomagoljon nekem. Olyan vagy pénz vagy szendvics? Hát a szendvics is nagyon jó, de... Jó, várjál, akkor mennyi kéne Gábor, mennyi kéne? Hát olyan, mert illetes edészköz, a legszebb csak eszel van, az hogy... Szóval... Márki, válaszol. Mennyit nem volt tőle, van egy feladat. De ennek volt már korábban olyan diákja, aki aludt órán, nem volt felszerelése, viszont 80% körül emeltet csinált? Nem. Tehát, hogy itt azért ez egy elég különleges dolog. Ezt gondolom. Sok tanár panaszkodik, hogy néha kicsit nehezen kezelhető a tanárnőnek. Milyen emlékei vannak erről? Nem, szerintem egész könnyen kezelhető volt. Egy kicsit néha szétszórt, nem erősség az összeszedettség, de az ember ezt elnézi neki, akkor könnyen. És el tudja képzelni a Fodor Gábort, hogy később az élet valamely területén is munkájában ilyen sikeres legyen, mint az érettségi volt? Igen, ezt abszolút el tudom képzelni, hogyha meg olyasmit talál, amit szeret és élvezi, akkor abban is sikeres lesz. Az Adi szürkébb lesz nélkül a tanárnő szerint? Az biztos. Ó, köszönöm szépen. Nekem nagyon fog.